történt, ugyanaz, ami ezután is történik, és semmi nincs új dolog a nap alatt. Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Megélni, megérteni, rendszerbe foglalni. Ez volt a módszertani mottója a 200 rajzból, illetve festményből álló képzőművészeti kiállításnak, melyet a Váci Mihály Alapfokú Művészeti Szakiskola júniusban mutatott be a József Attila Művelődési Központ üvegcsarnokában. A kiállítás megnyitón az iskola egyik tanára, Földi Gergely beszélt az alkotók képeinek művészi értékeiről, illetve a tanintézmény művészeti oktatásának pedagógiai alapvetéseiről. A festőművész a szervezeti kultúra metaforái által értelmezte a műfajilag, technikailag, illetve kidolgozás szempontjából is gazdag képanyagot. Dicsérte a képző és az iparművészeti tanszak 75 kiállító diákjának egész éves álhatatos kitartó munkáját, melynek eredményei lettek a csak a jéghegy csúcsát jelentő kiválogatott képek. A legnagyobb erőnek az eltérő minőségű alkotások üzeneteiben rejlő egységes alkotói szemléletmódot tartotta, amely képes volt pusztán a képzőművészet által reprezentálni az egész művészeti iskola szellemi gyökereit. Az iskola szeretné, ha a gyerekek megismernék a körülöttük lévő világot, hogy ezt a megismert világot meg tudják érteni és rendszerbe tudják foglalni a világ hétköznapi jelenségeit, az átélt élményeket pedig saját művészi nyelvükre fordítsák át. Az iskola minden tanszaka ugyanazt a pedagógiai logikát követi. Oktatási alapelvük azt a célt szolgálja, hogy a diákok átélt, megélt, megismert, értelmezett világról nyert személyes tapasztalataikat a művészi gyakorlatuk által hitelesen tudják közvetíteni. A kiállítás megnyitó egy nagyszabású színház termi tanév záró gála műsor követte, amely antológiáját adta a művészeti iskola éves tevékenységének. Az Ifjú Nógrád Táncegyüttes műsora díjnyertes tánckoreográfiákból összeállított zenés táncos énekes műsora nyűgözte le teltházas közönségét. Mert aki meg az ő testének, a testből arat veszedelmet. Aki meg élet a léleknek, a lélekből arat.
kedves virágai a palócföldnek, a tündérkert se szebb talán. Tisztelt vendégeink, kedves ünneplők, ezzel a mixáti gondolattal indult útjára 1954-ben Vékonyka antológiaként a palócföld. 2019-ig 65 esztendőt élt meg, a kezdetekben kisebb szünetekkel, de újra és újra erőre kapva, időközben évfolyamszámozási bizonytalansággal, egy alkalommal Palócföldön címmel, de rendre megújuló külcsinnel, korábban antológiaként, egy időszakban újságot idéző külsővel, az utóbbi évtizedekben inkább könyvformátumot öltve, noha nem könyv, hanem változatos rovat struktúrával megjelenő folyóirat. Nógrád meghatározó periódikájaként tartják számon, ahogy a lap monográfusa, dr. Baráti Ottó nevezi, őt is szeretettel köszöntöm, Nógrád szellemi védjegyeként igyekszik egybefoglalni a megye szellemi javait, mint egy hírvivőként, szellemi útlevélként képviselni Nógrád megye alkotóit, az ország, sőt, mivel külföldre is eljut a nagyvilág közönsége előtt. Az első lapszám szerkesztői célként azt fogalmazták meg, hogy ez a korábbi antológia, később folyóirat tegye közkincsé és tárja fel a megye történelmi, föld- és néprajzi, zenei, képzőművészeti, irodalmi értékeit, és valóban elsősorban az itt élő értelmiség fóruma, de nyomon követi a magyar líra, próza és dráma, az irodalomtörténet fő útvonalait, légyen annak szerzője éppen nem palócföldi, kitekintéssel volt és van a világirodalomra is. 2018-ban a Nógrád megyei önkormányzat értéktárbizottsága Nógrádikummá nyilvánította a Palócföld folyóiratot és annak szellemi közösségét, elismerve a lap mindenkori szerkesztőségének értékmegőrző, értékteremtő, tehetséggondozó tevékenységét, a folyóirat helytörténeti kordokumentum jellegét, a lapszámok megjelentetése mellett a szerkesztőség könyvkiadó tevékenységét, azaz a Palócföld könyvek sorozat köteteinek kiadását. És bár a névsorrendben utolsóként Erdős István szólítottam, mégis hozzáfordulok elsőként, akinek a most megjelent lapszámunkban olvashatják egy írását arról, tehát ő azt a kategóriát képviseli, hogy írása is jelent meg, és személyesen is mesél nekünk Palócföld élményeiről, kötődéséről. Egy nagyon érdekes írás, nem tudom, hogy ki az, aki tudja az itt ülők közül, hogy Ratkó Józsefet, a híres költőt, a neves, jól ismert költőt is szerették volna megkérni egykoron a Palócföld főszerkesztői tisztére. Erről ír nekünk Erdős István egy érdekes emlékező írást. De nem is ezért fordulok elsőként Istvánhoz, hanem azért, mert az ő neve tűnik föl elsőként a Palócföld lapszámokban, legalábbis időrendben. Az 1965. évi első számban bukkantam elsőként a nevére. No, akkor... Ez a legnagyobb tévedés. Akkor majd módosítunk ezen, de minden esetre most már Istvántól nem fordulok el, hanem megemlítem még azokat a szerkesztőket, akik ebben az 1965. évi számban a szerkesztőbizottság tagjaként István mellett álltak, András Endre, Cinke Ferenc, Kojnok Nándor és Parócai Gergely társaságában jelenik meg a neve. A lap felelős szerkesztője akkor Csupli László volt. Kedves István, hogy emlékszik erre az időszakra? Nem, szerintem maradjunk ülve. A helyzet az, hogy elhoztam egy ilyen évfolyam kötetet, és gondoltam, hogy ha szót kapok ezen a beszélgetésen, az lesz az első, hogy a jelenlévő közönségnek megmutatnám Csukli Lacinak az arcképét. Nagyon kevesen emlékezünk már rá, hiszen
el is költözött, talán nem is él már, rég nem él, de abban az időszakban, a 60-as évek közepére érve, nagyon komoly volt Nógrádban a szándék, a megyei önkormányzatban, egy kicsit a városházán is, hogy nagyon komolyan veszük azt, hogy néhány éve elkezdtünk 1000 értelmiségit telepíteni Nógrádba, most ennek az 1000 értelmiségének teremtsünk fórumokat és lehetőséget az alkotásra. És mögöttünk volt egy évvel 1964 a Madách évforduló. És meg kell mondjam, hogy a lap újjászületésének és lendület éveinek ez az évforduló adta meg az igazi hátterét. Amikor az ország Madácsról, Nógrádról beszélt, nagyszerű alkalom volt arra, hogy startoljon egy ilyen, akkor még úgy nevezték, hogy periódika, hiszen egy évben négyszer jelenhetett meg, anyagi lehető, de akkor is nagy dolog volt ez, hiszen gondolják meg, ország részenként, Debrecenben az Alföld, Szegeden a Tiszatáj, Miskolcon a napjaink, minden térségnek megvolt egy nagyon komoly fóruma a térség szellemi képviseletére. Na most nem beszélünk arról, hogy az újírás, a kortárs, az élet és irodalom, ugye Budapesten egy centruma volt a magyar irodalmi életnek, de hogy ez a miskolci napjaink mellett Észak-Magyarországon is megszülethetett egy ilyen palotszület, az igen nagy dolog volt. Az akkori írószövetségben, különösen Végantal mellett Fábián Zoltán Darvas József titkáraként szívügyének tekintette, hogy minden eszközzel segítse a palotszföld ébredését, és eljött ide lapértékelésre, és azt mondta, hogy legyetek büszkék arra, hogy ilyen társaság van itt egy induló folyóirat mellett, mint a balassagyarmati Csikász Pista, Tóth Elemér, Vihar Béla. Hát ez egy nagyszerű névsor már is. Ebből ki lehet indulni, hogy ebből a labból lesz valami. Jobbágy Károly nevét ugye mondjam még a névsorhoz hozzá, de hát még nyilván másik 3-4 író költő nevét is említhetném, akik ott a startnál ott voltak. Parócai Gergely, ugye, aki korán elment, kollégám, kedves szerkesztőtársunk volt a lapnál. És amire a főszerkesztő asszony utalt, a Szabolcsból majdnem érkező költőnek a története, az olyan, hogy nem tudom a kedves olvasók, vendégeink hogy vannak vele, de hát Ratkó Jóska, Ratkó József a magyar költészetnek elképesztően magas tartományában fönn van magasan, és nem nagyon van még benne a köztudatban, mert hiszen ő nem pesti volt, hanem szabolcsi, nagykálói. És majdnem elindult Salgótarjánba, hogy költő óriásként hozzátegye a tehetségét a laphoz. De hát nem lett belőle semmi, mert jó költő mellett igen szigorú kritikusa volt az életnek. Már úgy volt minden, hogy rendben van, itt lesz főszerkesztő, megtárgyaltunk, rendben jön minden, utazik hozzánk. És meginvitálták még egy fontos központjába akkori életünknek, a megyei pártbizottságra, hogy megismerkedjenek vele. És hát ott Ratkó nagyon eleresztette a szigorú kritikáit, azt mondja, hogy megnézte a salgótarjáni nyomortelepeket, Zagyvapálfalvától a ilyen meg olyan acélgyári külsőig, aztán meg elvitték őt a Pécskő utcai új modern házakba. Elvtársak, hát mindenütt a káderek laknak azokban a házakban, nem a bányászok. Hát nem lett belőle főszerkesztő. Ebben az évben, 1965-ben a Nógrád című lapban ezt olvassuk, ugye, hogy a kiállítást rendeztük
böngésztük, nézegettük az egykori híradásokat. Ezt olvassuk 65-ben. Az évek óta folyó törekvések lassan megtermik gyümölcsüket, és a Palócföld megyén kulturális életének szerves részévé válik. Csík Pál a cikk írója pozitív szerkesztési elvet említ, és nem egyoldalú, bezárkózó megyei lokálpatriotizmus szószólójaként fogja fel, most idézem az ő írásából, az akkor még inkább csak antológiaként megjelenő orgánumot, hanem úgy méltatja a szerkesztőbizottság törekvését, hogy a megyei kultúrát az egyetemes magyar kultúra áramlatába igyekszik bekapcsolni. Egy évtized telt el az alapítástól, 1954-1965, és már ilyen szép értékelő szavakkal szól Csík Pál a Palócföldről. István, ebben még visszaadnám a szót Istvánnak, hogy ugye ebben az időszakban, vagy éppen ezt az időszakot éljük, amiről most beszélt, hogy hogy látja, valóban egységes törekvése volt már akkor a szerkesztőségnek? Az az igazság, hogy a külső körülményekből kiindulva az akkor nagyon elegáns karancspresszó volt a szerkesztőségnek a székhelye. Csukri Laci vezérletével ott dolgoztunk egy pohár konyak viszki mellett. Nagyon érdekes számomra, mint nagyon csak kezdő, fiatal munkatárs számára olyan tekintélyes emberekkel, na, nem vagyok különösebben nagy tekintélytisztelő, de Csukri Lacira nagyon felnéztem. Ismertem az irodalomtörténeti munkásságát, a pedagógiai munkásságát, ugye népművelő volt, tehát őszintén is komolyan lehetett venni, hogy Csinke Ferivel együtt, Palócai költővel együtt, nagyon komolyan gondoljuk. Igen, egy szellemi műhelyt lehet teremteni itt és akkor, ami tulajdonképpen Balassagyarmatról, ugye Csikász Pista mellett akkoriban még csak Szabó Károly volt az, a kitűnő tanár és irodalomtörténész, aki néhány írásával is, de a szellemével is erősítette azt, hogy igen, ebből lesz egy valódi szellemi műhely, csináljátok, próbáljátok kilépni, külső munkatársakat is bevonni, és hát törekedtünk is erre. Maradjon a mikrofon. Istvánnal, amikor készültünk erre a programra, egy kicsit majdnem civakodtunk, de hát szó sincs erről, mivel a lapszámban a szerkesztőbizottság tagjaként említik, ugye én így jelenítettem meg a plakáton, a meghívón, hogy a szerkesztőség tagja, míg ő kiigazított, hogy ő pontosan a vers rovat szerkesztője volt. Egy kicsit, István, hogyha erről a személyes feladatáról, a Palócföldben végzett feladatáról mesélne nekünk, a vers rovat szerkesztésről. Ahogy már elmondtam, ez volt a legkönnyebb dolog a történetben, hiszen ott ült Palócai, majd mindannyiunknak barátja volt, Jobbágy Károly, Vihar Béla, akik rendszeres, Csanádi János, akik tulajdonképpen, ahogy a Palócföldben jelen voltak, és nem mosolyogjanak meg nagyon, még arra is vállalkoztak ugyanebben az időben, hogy a lap és az irodalom népszerűsítése érdekében X gyárba költői versenyt rendezzenek, ami le is zajlott, Polgár Istvánt is kellene említsem, Tamás Pistát, Szurdok Püspökből, akik egyszerűen rangos költőként özönlöttek a versek, a válogatás, a lapba kerülés, nem volt problematikus, és nagyon könnyű dolgom volt ebből a szempontból, és hát sajnos ezek közül, akiket felsorolok, akik ugye a magyar irodalomnak nagyon erőteljes vonulatához tartoztak, ahogy mondom, Vihar Béla, Polgár Pista, de
tulajdonképpen jó lenne, ha megőriznénk emlékezetünkbe a Csikász Pista nevét, aki egy nagyon különleges személyiség volt Marosvásárhelyen, egy kicsit polihisztor, festőművész volt, színpadi rendező volt. Nagyon jó előadó művész is, amellett, jó hogy jó költő. Jó művész volt, versmondóként is, és jó költő volt. A 66. év első számának kiemelt szerzője Tóth Elemér, akkor még ekként, ezen a néven szerepel, és ezt olvassuk, nem végig idézve, csak néhány mondatot. Publikációi eddig a Magyar Rádióban, a Zenemű Kiadó Vállalatnál, a Jelenkor és a Napjaink című folyóiratokban, ott áll egy stb., már ekkor sem sorolták föl az összes publikációt, fiatal ember képe áll emellett a laudáció mellett. Tehát ezekben a lapokban jelentek meg, első kötetét most készíti, írják 66-ban. Egy Vas megyei faluban, Vas Szilvágyon született 1940-ben, újságíró, jelenleg Salgótarjánban. Nem tudom, ki tudja rólunk, családunkról, hogy mi is Vas megyéből érkeztünk. Mi Elemér bátyámmal földik vagyunk. Én is Körmenden születtem, nem túl messze Vas Szilvágytól. És hát így ezek szerint legalább ketten vannak a Palócföld szellemi környezetében, akik Vas megyéből érkeztek ide. Miként érkezett ide Salgótarjánba, és hogyan került Elemér kapcsolatba a Palócföld akkori szerkesztőségével? Hát ugye, ha azt nézzük... Átadom akkor ezt a mikrofont, nem tudom. Ja, hogy közel? Igen. Igen. Szóval tulajdonképpen, ha azt nézzük, hogy 25-30 éve egy emberöltő, akkor én eddig 3 emberöltőt éltem, úgyhogy szépkorú vagyok itt a szép főszerkesztő mellett. A 3 emberöltőből 2-t, majdnem 2-t itt Salgótarjánban éltem le, most már Pesten élek, de még mindig visszajárok. Úgy kerültem ide, hogy akkor volt a újságíró gyakornok a 60-as évek elején Szombathelyen, a Vasnépénél, és és akkor szervezték a Nógrád megyei napilap megjelentetését az országba, ugyanis Nógrád megye volt az egyetlen hely, ahol addig nem jelent meg napilap. Újság rengeteg megjelent, városi újság, községi újság, különböző lapok, üzemi lapok és így tovább, de megyei lap nem volt. Tehát egy megkésett megyei lap indítás volt, és ezt készítették elő. Napilap nem volt. Igen. Igen, méghozzá a Nógrád megyei népújság. Amikor idejöttem, akkor még oda jöttem a Nógrád megyei népújságba, mert 64 tavaszán jelent meg az első száma a Nógrád című napilapnak, ami Nógrád megye első napilapja volt. Valóban mindenkit ismertem, engem is mindenkit ismert, és természetesnek vette, hogy Ódi Tóth Elemér van, és stb. Azóta is természetesnek veszik, de engem senki nem mutat be, szóval aztán mutatott be a Palócföldön kívül akkor. Ezért említem, ez egy későbbi, a Baranyi Ferinek a nevét, mert ő volt az a főszerkesztő, aki az élet és irodalomba bemutatott, és ez már később volt, a 80-as évek közepén, és ekkor kezdődött egy körülbelül 10 év, ami az ország életében és az ország kulturális életében is, és hát nem mellesek az én életemben is jelentős, mert tulajdonképpen akkor az És lett a szellemi otthonom. Majdnem minden második, harmadik héten megjelentek nem csak verseim, hanem könyvrecenzióim, újságtárcáim, publicisztikáim, költészetnapi írások és így tovább. Tehát akkor az élet is úgy volt, hogy pezsgett, és hát én is szívesen csináltam. Tehát ez Baranyi Ferencnek köszönhet. Ha a főszerkesztőkről beszélek még, akkor meg kell említenem Horváth Pista nevét, és Praznovszky Mihálynak a nevét. Ugye ez egy szubjektív beszélgetés, tehát én most nem
sajtótörténetet van, mondok, hanem hogy én kikre emlékszem különösen. Hát persze mindenkire szívesen emlékszem, de különösen, ja, különösen szívesen, igen. A Horváth Pista ugye történész volt, nagyon sok olyan könyve van, ami ma is érdemes arra, hogy megnézzük, még akkor is, ha nem mindenben kell egyetértenünk, viszont nagyon precízen, nagyon intellektuálisan dolgozta fel azokat a témákat, amelyek egy része helyi, és amelyeket vállalt. És rengeteget beszéltünk Horváth Pistával a történelemről, a város történetéről, a megye történetéről, sőt, még nagyobb kitekintésű dolgokról is. Például szervezett egy monarchia kiállítást, ahova meghívta az osztrák nagykövetet, és azt mondta, nyissam meg én. Így alakult az, hogy a Történeti Múzeumban egy történelmi kiállítás, nem egy történész, hanem egy költő nevezetesen én nyitottam meg, és el is mondtam a monarchiáról azt a hasonlatot, ami egyébként valós dologon alapult, hogy a szülőföldemen leégett egyszer a bakterház, mert méhek voltak benne, és ki akarta füstölni a bakter a méheket, és meggyújtotta a tüzet, a bakterház leégett, de a méhek maradtak. Na most ugye a monarchia is valahogy úgy volt, hogy hát sikerült leégetni, de a méhek maradtak, mind a mai napig azért, ha már itt Kárpát-medencéről beszélt a elnök úr, azért gondoljunk arra, hogy ennek is van egy előtörténelem, de nem is akármilyen. A Pravdnoszky Mihály pedig hát egyrészt, hát mint irodalomtörténész, ő vele, hát nem vitatkoztunk, inkább ilyen kellemes... Étszelődtünk mondjuk, mert ugye hát olyan mixált, ugye a kedves virágaimat, stb. Na mondom, és a Dunántúl, és elkezd. És akkor aztán nem lehetett megállni, ugye, hogy ő mint mixátos, és a Palócföld, és stb. Egyébként persze egyetértek ő vele is, meg ő is egyetértett velem. Ő amikor elment, akkor még a Veszprémi Horizontban is közölt írásaimat, tehát elég jó kapcsolat volt köztünk, és most, amikor legutóbb pár évvel ezelőtt egy szívkórházban voltam Füreden, és egyik alkalommal, amikor már ki lehetett jönni, ott üldögéltem, a kerektemplom mellett van egy padma is, van egy, azért ültem oda, mert az északnyugati széltől védett a fal, és ott üldögéltem, mert ez kora tavasz volt, és nézegettem a füredi újságot, hát ki van benne ilyen, a kultúráról, az olvasás szükségességéről, és így tovább. Kicsit otthon is éreztem magamat. Na mondom, jó, ezért kellett Füredre jönni. De úgyhogy ez a három ember, Horváth János, Horváth István, Pravdnoszky Mihály és Baranyi Feri volt az, aki legközelebb állt a főszerkesztők között hozzám, de mondom, senkivel nem volt, nemhogy rossz viszony, mindenkivel nagy együttműködés volt, hiszen a Palócföld könyveket akkoriban a Kassai Végmintón szerkesztette, aztán... De aztán voltak még olyanok is, akik nem a Palócföldnél, ugye a Mixát kiadó például, vagy hát még Ádám Tamás is kiadott egy könyvet, mert egy időben ő is csinált egy kiadót, és ami nem volt hol megjelenni, ő kiadta a könyvemet. Nem olyan szép könyv, de fontos könyv. Jó visszhangot is kapott, nem tudom, Balassa gyarmat büszke rá, de hát ez is volt. Már nem rám, hanem erre a kiadó a dologra. És ha már megszólítottuk Tamást, akkor őt szólítom következőként. Ja, lassan haladunk előre az időben, és felnő egy költő Balassagyarmaton, Balassagyarmat környékén, Ludányhalásziban töltötte Tamás gyerekkorát, de Balassagyarmathoz is szorosan kötődik, és az ott működő Komjáti Társaságnak alapító tagja volt, és ez a Komjáti Társaság szorosan kötődött a Palócföldhöz. Ádám Tamás első versei a Palócföldben jelennek meg, és az első kötete, a Gyökerek lélegzése, és a tavaly kiadott legutolsó Palócföld könyv, az Anyám könyve így mélyül címmel jelent meg.
Azt is tudom személyes beszélgetésekből, hogy a Palócföldet mindig közel érezte magához Tamás, noha szerkesztője, főszerkesztője nem volt, más lapoknál újságíró, szerkesztő és főszerkesztő is volt, éppen a Palócföldnél nem, de folyamatosan jelentek meg írásait. Lehet, hogy voltak szünetek, kihagyások, de én nagyon örülök annak, hogy újra küldöd az írásaidat. Éppen ebben a számban egy recenziód jelenik meg, de szinte folyamatos jelenlévő szerzőként verseket is publikálsz nálunk. Hogy éltette meg azt, hogy a Palócföld közölte az első verseidet? Szeretettel köszöntök mindenkit, és ebben a nagy melegben igazán becsülendő, hogy eljöttetek erre a találkozóra. Hát elpörögtek az évek bizony. Az első verseim pontosan a Palócföldben jelentek meg 1982-ben. Ez még az a nagy lepedő volt, talán emlékszik rá sok. Igen, a Kassai Vég Miklós idejében. A kiállításon is láthatnak ezekből példányokat. És hát ezt mérföldkőnek tekintem mindenféleképpen a pályámon, és előtte is bejártam még a régi szerkesztőségbe, egy párszor voltam az Arany János utcába, meg hát a Páli Jóskánál is voltunk innen a lakásán, vagy a házánál, és fantasztikus nagy beszélgetésekre emlékszem, de hajnalig. Én jöttem a Barna Warburgommal, hoztam Ónagy Zolit, és meg persze Jobbágy Karcsi bácsit is sokszor, és hajnalig ment tényleg a diskurzus, na majd csak kimondom, az irodalomról, és hát mindent elolvasott az ember akkoriban, most is igyekszik, bár mindig lemaradása van az embernek, mert kicsit más világban élünk, és ugye a Zoli is meg, aki ott volt a társaságban, ilyen szellemi, kis szellemi műhely volt ez. Az elég tájékozott volt szerintem az irodalomban. Legalábbis azt hittük magunkról, aztán amikor Pál Jóska úgy kicsit belemélyedt a dolgokba, hát akkor visszafogtuk magunkat, mert aztán valaki, ő igazán rendkívül tájékozott volt. Ezt el kell ismerni. Tehát 82-ben jelentek meg az első verseim a Palócföldben. Úgy, ahogy illik, amit ma már persze nem így van, ugye a kefele vonatot kiküldték, tisztességes honoráriumot fizettek, és akkor én megindultam elég jó, mert tulajdonképpen mindenhol publikáltam az élet és irodalomtól kezdve a mozgóvilágig, a kortársig, meg mindenhol, és hát akkor nem lehetett kikerülni egy könyvet. Természetes volt, hogy a Palócföldnek adjam. Ám jó néhány évig állt valahogy ez a könyv. Aztán amikor idejött Baranyi Feri, akkor pillanatok alatt megjelent érdekes módon. Ferit már régebbtől ismertem, én Pesten együtt evédeltünk, meg borozgattunk. És egy szóval nem mond, meg publik, igen, közölt is képes újságban, meg nem tudom, hogy hol. De egy szóval nem említette nekem, hogy a Palócföld főszerkesztője lesz. Még akkor sem, mikor Mártán aláírta a szerződést. És akkor nagyon meglepődtem, amikor itt látom, hogy fel is hívtam őt, hogy hát hogy van ez, Feri? Hát miért vállaltad el? Hát annyi munkád van, meg írod a könyveidet, meg tévézel, meg... Azt mondta, hogy ő ezt egy komoly feladatnak érzi, és közel áll hozzá. És akkor jött, mindig vonattal jött, hogy olvasson, írt, tehát ő neki a vonat volt, felült a vonatra, addig is. Meg, hát jó, de valaki lehozhatta volna őt esetleg, persze, de ő nem vágyott erre. És akkor végül is megjelent a könyvem, hát ma már hihetetlen példányszámban verses kötet, és mondom normális honoráriummal. És mit ad a sors? Tavaly a 12. könyvem, az pedig szintén a Palócföld könyvek sorozatban jelent meg. Ez úgy volt, hogy ez az anyám könyve, így mélyül anyám könyve. Ez úgy volt, hogy kérte más kiadó is, de az egész könyv olyan, meg a kötődésem a Palócföldhöz, hogy úgy gondoltam, hogy ennek itt a helye, itt kell, hogy megjelenjen. És így jelent meg az Enikő segítségével, és
és nagyon boldog vagyok, hogy itt jelenhetett meg. Aztán még hát a normális viszonyom volt tulajdonképpen minden főszerkesztővel, a Prasznoszky Misivel is. Amikor megjelentek az első verseim, arra már csak egy mondatot, talán a Kojnok Nándi szerkesztette. Ő volt a szerkesztője. Aztán még ne feledjem el azért, mert még nem esett szó róla, ugye később volt a Dukai Nagy Ádám. Egy remek költő volt, jó barátom, és meg is írtam egyébként, a írók boltjába találkoztunk utoljára, és egy jót beszélgettünk. Hát most ő elmondta nekem, hogy amikor ő szerkesztett, ugye volt a Madács pályázat, azt is hát eléggé, tehát komoly szaktekintélyek lektorálták, illetve válogatták a szép irodalmi munkákat, és tényleg anonim volt. Tehát lehetett adni arra, hogy a jeligért nem fedik fel előbb, csak amikor megmondják a műveket. És a Dukai Nagy Ádám röhögve mondta nekem, hogy nem tudták, hogy ki az, mert kicsit szélesebben írtam, tehát egy picit mást írtam, mint addig. Versek voltak ezek, és hát nem tudták a jeligéből eldönteni, hogy ki az, de mondták, hogy fú, ez egy nagy költő. Hízott persze a mája, amikor mondta ezt az Ádám. És utána kiderült, hogy én voltam. Hát meg is nyertem azt a Madács pályázatot, és az Ádámmal Pesten is rengeteget találkoztunk, mert én jó néhány évig Pesten is éltem, meg újságokat csináltam ott. És tehát nagyon-nagyon szép élmények voltak. A Palócföld tényleg sokféle formátumban jelent meg, és az egyetlen folyóirat, amelyet én megőrzök, mert hát a könyvektől úgyis alig félek, de hát meg, ha meg mindet félretenném, amik megjelentek, akkor meg tényleg be se lehetne menni a szobába, mert hát összegyűlik az évtizedek alatt nált, és de a Palócföldet nem volt szívem kidobni. Tettem ide, átléptem, tettem oda, és a mai napig félreteszem. Tehát elég erős ez a kötődés, azt hiszem. Amikor Enik főszerkesztő lett, és szerencsémre én is annak a kuratóriumnak a tagja lehettem, aki döntött a pályázatokról, és utána megjelent a beköszöntő főszerkesztő írása, akkor ezt így fejezte be. A magányos vándor csak vánszorog a világban, még ha céltudatos is. Találjuk meg társainkat a jóban, a hitben, az értékben. Én úgy gondolom, hogy bármilyen közhely is, de akik itt vannak most, azok megtalálták egymást ezekben a célokban, ezekben a nemes küldetésekben. Azt szokták mondani, és ez is közhely, hogy az életkor az nem érdem, az állapot. A fiatal se legyen arra büszke, hogy fiatal, az idős az legfeljebb boldog lehet, hogy megérte, de semmiképp nem valami különleges helyzet. Annyiból viszont különleges, mert nagyon sok mindenre vissza tud emlékezni. És itt kérek most bocsánatot, vagy elnézést, hogy az előbb illetlenül beleszóltam a szavaidba, és mert annyira tudom, hogy 63-ban jelent meg az első írásom, hogy ez beleégett a tudatomba, mert különleges előtörténete van. Az egyetemen volt egy, aki tudja, ja, volt, kellett írni ilyeneket, hogy szemináriumi dolgozat. Hát nem csak szakdolgozatot kellett írni kell a végén, hanem szemináriumot most is kell. Ezt én már csak messziről tudom. És én kaptam egy ilyen feladatot, később aztán rájöttem, hogy ez tudatos volt egy Komlovszky Tibor nevű irodalom történésztől, hogy én Rimai Jánosról írjak, aki ugye Balasinak volt a pályatársa. Hát megírtam dolgozatot, állítólag tetszett neki, mert a következőt mondta.
te ugye, mert tegezték a fiúkat, a lányokat magázták, te ugye Salgó Tarjáni vagy, igen. Hát akkor közöltesd már ezt le a Palóc földnél, 63-ban vagyunk. Mondom, hol? Azt mondja, hát a Palóc földnél, ott jelenik meg Tarján. És képzeljék el, szégyen szemre én, negyedéves, azt hiszem harmadik, negyedéves egyetemistaként nem tudtam, hogy van ilyen, hogy Palóc föld. Hát az volt az első, hogy bementem a könyvtárba, már ott a Széchenyibe, aztán ide rohantam, hát nem ide, de rohantam, hogy utána nézzek, hogy mi is ez, hogy mint. És láttam, hogy oda van írva, hogy főszerkesztő Csizmadia Géza. Hát több se kellett nekem, elmentem a Csizmadia Gézához, bemutatkoztam, mondtam, hogy ki vagyok, mi vagyok, miért jöttem. Nem volt egy bőbeszédű ember, kicsit cinikus, de nagyon okos. Na, hagyd itt, hagyd itt. Aztán eltelt egy hét, két hét, három hét, semmi, megint bekopogtam. Azt mondja, mit sürgeted? Hát mi nem jelenünk meg évente egyszer, jó, ha egyszer megjelenünk egy évben, hát mit akarsz? 63-ban meg fog jelenni. Úgyhogy így került be a 63-ban az írásom, amire mondom, hogy amit nem tudok elfelejteni, és ezért helyesbítettem mindjárt. De milyen jó, hogy éppen őt emelett ki, akiről nem szóltunk korábban, na de most, jó, hogy mindenkinek igen. Úgy, ha alakulnak, a főszerkesztőknél úgy vagyunk, alakultak az emlékei, hogy mindegyik főszerkesztőt igen, megemlítjük. Igen, azok mind nagyon jó barátaim voltak. Hát először is Kojnok Nándor a főnökön volt, a városi tanácsom. Említetted a városházát, épületét, hát a városi tanács épülete melletti szurdokba kellett felmenni, ugye a Nógrád szerkesztőségbe. Ő nem nagyon kérdezte, hogy akarok-e a Palócföld szerkesztőbizottsági tagja lenni, azt mondta, hogy leszel és kész. Ha ki ismerte a stílusát, vagy tudja, hogy hogy beszélt, az tudja, hogy ilyen volt. Méghozzá a körképrovatot fogod szerkeszteni. Mondtam, hogy jó, azt sem tudtam, mi az, egy körképrovat. Hát aztán nem kellett hozzá sok idő, hogy ugye lehetőleg szemlézni a megyében történt kulturális eseményeket, és azokról rövid írásokat megjelentetni. Na, ez így is történt, sokáig ez ment is. Aztán ugye Kojnok Nándor követően egy más jellegű Palócföld jött létre, teljesen. Azzal a Kassai Vég Miklóssal, akinek a Kassai azért van előnévként, mert Kassán született. A Vég meg elég gyakori név, és felvette ezt az előnevet. És képzeljék el, hogy én ilyen kis 8-10 éves diákkorom óta az olyan közvetlen szomszédunk volt a Vég Miklós, hogy csak egy fal választott el a konyhánkat az ő családjáit, meg a miénket. Legalább vékony volt a fal, lehetett volna. Most éppen nem erre gondoltam, de akár. Mert az ő szülei is vasutasok voltak, meg az én apám is, és a nagyállomáson laktunk. Onnan vonatoztunk be a Madácsba, vonatoztunk, hangsúlyozom, helyi busz, meg ilyen ismeretlen volt, aztán volt kettünk, akkor gyalog jöttünk. Na, a lényeg az, hogy őt olyan pici kora óta ismertem, mondanom sem kell. Baranyi. Baranyival az ötvös kollégiumban együtt voltunk lakók, hallgatók, hogy kell ezt mondani? Kollégista társak. Akkor felmerült a neve, Horváth Pista volt a megyei tanács művelődési osztály vezetője, és lebetegedett. Akkor hál' Istennek még csak ilyen átmeneti betegsége volt. És mondta, hogy nem tudok menni, de elküldöm veled a helyettesemet, akit úgy hívtak, hogy Szilasi András, és most már másodszor említjük, sajnos már őt is egy hét óta múlt időbe, majd ő elmegy veled. Úgyhogy Bandival mentünk föl a lakására Baranyin. Sose felejtem el, egy hatalmas fal, képzeljék el, mint itt, ahol ki van írva a gyermekkönyvtár, egy ilyen fal, tele van neki opera lemezekkel, mert nem elég, hogy mit tudom én, a Toszka megvan egy vagy két példányba, hanem megvan 25-ben, mert 25 főszereplője volt, vagy 25-en rendezték, vagy szóval elképesztő, hogy milyen zenei műveltsége van, aztán ebből lehetett valamit a Cigány György műsorában látni és hallani. Na, tehát ő hozzá ilyen viszony fűzött. Aztán a későbbiek során is tulajdonképpen mindenkihez. A leghűvösebb viszonyom az a Mizser Attilával volt, de az is jó munkakapcsolat volt.
Tehát nem mondhatom, hogy rossz viszony volt, de ilyen bensőséges, mint a Pályoskával is aztán a későbbiekben. Tehát gyakorlatilag mindenkihez, remélem, hogy elmondhatom ezt Enikőről is. Én is reméltem, hogy kimondod, mert én ezt érzem. Tehát, de Attila is közölte az írásaimat, és ennél fogva, hogy mindenki közölte, ennél fogva most ilyen kisebb-nagyobb csúcstartónak mondhatom magam, mert összeszámoltam, készülve a mai napra. Ez alatt, most attól függ, hogy honnan számítjuk, hogyha 63-tól, az én első megjelenésemtől számítjuk, akkor 2,7-es az évi átlagom, ha az eredeti megjelenéstől, az 54-től, akkor 2,3 évente. Ez összesen 148, ezzel a maival 148 írásom jelent meg. Megint azt mondom, hogy ez nem érdem, ebbe van némi szorgalom, némi szerencse, a főszerkesztők jó indulata, barátsága, ez minden benne van ebbe természetesen, de... Hát a munkabírásod és az elkötelezettséged. Talán az is, úgyhogy most már a Nógrádnál is talán én írtam legtöbbet, nem azért, mert mások nem írtak nagyon sokat, mert egy időben magasan a Bobá volt a listavezető, aztán a Tóth Elemér, csak ők már réges-régen abba hagyták. Én meg valahogy ott ragadtam mind a mai napig, és hetente most is 3-4 írásom jelenik meg, és ezek egyik legkedvesebbike, amiről beszéltél, hogy recenzálhatom a lapot, mármint a Palócföldet, és részt vehetek ilyen rendezvényeken nagy boldogsággal, mint ez a mai. Kívánom, hogy legyen még ne csak 6,5 évtizede, hanem ennél sokkal több ennek a Palócföldnek, és legyen még olvasója, akár csak arra gondolva, hogy ebben az informatizált, mediatizált világunkban, amikor egyre kevesebben vesznek már könyvet, nyomtatott folyóiratot a kezükbe, azért itt is szép számmal jelentek meg érdeklődők, még ha látjuk, hogy a rendezvényeink látogatói inkább a közép vagy az idősebb korosztály tagjai, de örülök és szeretettel köszöntöm a fiatalokat is, és amikor rendezvényeken itt a könyvtárban látjuk a középiskolásokat, általános iskolásokat, akkor abban reménykedünk, hogy olvasóvá válnak, és ha itt élnek, akkor a Palócföld olvasóivá is válnak.